Sziasztok srácok! A mai nap egy kicsikét hidesebb videóval készülöttünk, ugyanis rangsorolni fogom az összes Brawl Pass-t jelenleg a játékban, ugyanis ezzel az új Brawl Pass-szel, ami ugye bejött, megvetőzött a Brawl Pass-t, és egy új kezdet kezdődik szóval, arra gondoltam, hogy ezeket most rangsorolni fogom. Innen is köszönöm Márténak, hogy beküldte a Discordra ezeket, hogy ezeket tudjon rangsorolni. Aki ezt még nem tudná, egyébként az S a legjobb és a D a legrosszabb. Szóval így fogjuk csinálni. Na hát kezdjük a Brawl Pass 1-jel, és hát összedezek mentek, de a Brawl Pass 1 az nekem majdnem az egyik kedvencem volt. Igazából nagyon jól álva a skin, jók voltak a dolgok, pacek volt. Berakom a Brawl Pass 1-et az ára, vagy majdnem a legjobbra. Nos hát a Brawl Pass 2 az is megy fel igazából ára. Nagyon jók voltak a skinek, a Sturge nagyon jó brawler volt, nagyon volt a tematika, ez a mekás tematika, a Summer of nem tudom pontosan már mi, de rohadt jó volt, nagyon adom. Nos, hát itt van emellett a Brawl Pass 3, ugye ez a Colette-es. Igen, a Colette-nek a skinje az tetszik, az a Poco skin az nem olyan jó. Fos volt a karakter, nekem annyira nem tetszett a tematika. Szóval, én ezt egy B-re rakom, ahogy ilyen közepes. Nos, hát viszont itt van a Brawl Pass 4, ami bizony már sokkal jobban tetszett nekem. Ez a magában ezek a loose skinek, meg az a Dynamite skin, az is eléggé bejött a tematika is. Szóval ezt is megfigyeltem vele egy ára. És itt van a Brawl Pass 5, ami talán az egyik legrosszabb igazából. Nem tudom, ezt gondolkozok, hogy D-be tegyek, de mivel egy Brawl Pass nem lehet D, szóval inkább C-be tesszük. Oké, nos, hát itt van a Brawl Pass 6, ez nagyon egy jó Brawl Pass volt, nagyon tetszik az a skin, ami ugye bejött vele, jó karakter jött be, az a tematikának, ami bejött vele, az kifejezetten jó volt, mai napig is eléggé sok napon megtelt ez a tematika, úgyhogy nem a legjobb valaha, de a nagyon jóba be fog kerülni, úgyis itt meg rendezve lesznek a dolgok, és itt vagyunk a Brawl Pass 7. Nos, hát nagyon gondolkozok, hogy ez a legjobb valahába menjene. Ez egy nyári pass volt, nagyon jó volt a karakter, nagyon jó volt a skin, nagyon jó volt a feeling, nagyon jó skinek jöttek be, Leon Screen nem is beszélni, a Caesar alatt jó volt, illetve ezt beteszem a legjobb valahába, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Na de viszont itt vagyunk a Brawl Pass 8-szal, nem tudom, ez igazából tényleg az ilyen oké kategóriába menne, tényleg viszonylag jó volt, de nekem annyira igazából nem adta nekem. Na hát itt van a Brawl Pass 9, ugyebár a Lolával, ami egy rohadt OP karakter volt, nem tudom, a skin az nem annyira jó plusz betű Brawl Pass-es skin, de I don't know. Lehet, hogy játszunk menni megint egy mellbe. Itt van a Brawl Pass 10, ami viszont nagyon jó. Nekem ez nagyon tetszett. Viszont annyira nem, hogy a legjobb valahába kerüljön, szóval a nagyon jó kategóriába fog menni. Közben itt van a Brawl Pass 11. Ugye ez a éves pass volt. Nem tudom. Az Adikó szín azt szerintem nagyon szutya. Viszont még a tematika az jó volt, amit behoztak, hogy mostanában nem is lehet látni. Ez is menni fog szerintem egy oké kategóriába. Nos, hogy itt van a Brawl Pass 10. Ez már 12. Hány? Nem is látom. Várj. Ez már 12. Nem tudom. Sőt, én őszintén megmondom, hogy eléggé tetszett, hogy jó volt a Janet. Jó volt az a Janet skin. A Janet skin egyébként, a Brawl Pass-es Janet skin az nagyon jó. Az a Janet skin az fölhúzza a nagyon jó kategóriába. Az a Janet skin, az itt van a Brawl Pass 10, az Otisos season. Nekem ez annyira nem jött be. Mármint, hogy nem volt rossz, ez tényleg ez a meh. Mert nem rossz, nem mondhatod azt, hogy rossz, de nem egy annyira emlékezetes, mint mondjuk egy Brawl Pass 18, vagy ilyesmi. Na jó, hát itt mondjuk a Brawl Pass 14-jel, hát ez is a mellbe megy. Nem tudom, ezek ilyen szokások, nem hoznak valami túlságot, nem érzed bennük azt, hogy ez nagyon új, vagy ebben nagyon jó lenne bármi, szóval ez mondjuk, hogy a mellbe megy. Itt van a Brawl Pass 15, a Buster-os season, amit egyébként már eléggé adtam, szóval lehet, hogy nagyon jóba fog lenni, az a Buster-os skin, az megint annyira felhúzza, nagyon jó az a skin. Itt van a Brawl Pass 16, a Mandy is. Nagyon gondolkodtuk, hogy ez a legjobb valahába menjen, de hát nem tudom, és hát nagyon jó, az vagy túl sok lesz itt a nagyon jóba, de ez a Mendis, ez jó, lesz is a nagyon jóba, most ugye sokan leszünk, akkor majd itt elnézkedünk. Na de viszont itt van a Brawl Pass 17, ami a karakter az jó volt, menjen az okéba, nem mondom vagyok. És itt van a Brawl Pass 18, a Mizzy season, amit ugyanúgy adtam. Nem tudom egyébként, hogy ezzel mi legyen, mert nem akarok még egy nagyon jóba tenni, pedig az, szóval ez is nagyon jóba kerül, én nagyon adom. Itt van a Brawl Pass 19, ugye a Cordelius season, I don't know. Jó, ezt is adtam, ezt ide felrakjuk, viszont akkor rendezkedés lesz, ugye ezt lehozzuk a mellbe, ezt pedig lehozzuk az okéba. Így. Oké, én már viszont okéba néz ki. Itt van a Brawl Pass, amit én egyébként viszont adtam, ez, nem tudom, ez, 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 ez,
Fedezt bőven mehet ide ugyanúgy egy nagyon jó kategóriába, a Perszkid jó volt, a karakter jó volt a tematika, minden jó volt. Itt volt a Brawlpass 21, ugye, hát nem tudom. Ali az magában jó karakter, de annyira nem érzem azt a lángoszt, mert ezt okéba fogjuk tenni. Nos, hát igen, itt van a Brawlpass 22, az új season, hát ez egyértelműen a legjobb valahában, mert nagyon jó az új Brawlpass, nagyon jó az új Brawlpass Plus, nagyon jó ez az új rendszer, új Brawlpass rendszer, az egyértelműen a legjobb valahában megy. Szóval így néz ki az én tierem a Brawl Pass-ekként, le is meg is lehet nézni. Ennyi is tettem ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, találkozunk, de, na de, sziasztok!